Krisztófert elvittem az óviba. Milyen nap van? Szerda. Olyan szépen kinyílottak a tulipányaim. Pedig alig volt. Csak a bimbója. Fó, én azt tudom, mit csinálok. Valahogy össze kéne magam szedni. Annyira, hogy itt össze tudjam ganyízni. Nem durva, de van még mit itt a folyosón is csinálni. Ez se durva, hogy kiganyíztam. Ettől. De be van dugulva a fülem, vagy mi olyan fura. Elfogyott a szemetes zsákon. De az biztos, hogy nem fogok elmenni ezért a bódba. De semmi erőm. Most Katinál voltam, ittam egy kávét. Kéne valami szatyor. Eltörött a vízforralom. Mindjárt megmutatom. És akkor hozott az Évi egyet. Ezt majd el kell vízköveznem. Mert azt mondja, neki ott áll 10 éve a szekrényben, nem is használja, hogy elhozza. Mert tudja, hogy én sokat forralok vizet. Ez volt, ez a köcsök. Ez a mocskos tető. Na húzzá innen. Ma a tűzhelyet fogom lepucolni. Majd mindjárt meg kell keresem a zsíroldat, itt is kicsit el kell gagyézni. Ezeket még mindig nem vittem sehova, mert nem tudom, hogy hova vigyem. Fogalmam nincs. Na mindegy, ezeket most vajon tényleg, ami kell átválogatom, azt felviszem az emeletre. És szerintem leülök. Lehet, hogy csinálok most egy kávét. Betöltök pár szál cigit, mert már nem sok dohányom van. És nem is tudtam, tegnap is alig cigiztem, talán 1-2 szálat szívtam el. Na de most. Akkor egy kávé. Fú, most nagyon van egy zene, azt nyomatom örökké. TikTokon találtam. És ez annyira jó, nekem annyira olyan fülbe mászó. Bíró Olivér, azt hiszem. Nagyon jól emlékszek a nevére. És ez a címe a zenének, hogy Fruska. De a TikTokon, ugye, na mindegy, ami a YouTube-on van, az, az a változat, mert amúgy csak egy gitárral oda megy csajokhoz, azt énekel. Mit szólnak a zenéhez. Na és ennek hol a tettem? Nád a házam teteje, ennek hol a teteje? Van még egy teteje. Azt nem látom sem erre, de ott van-e. Na és akkor szépen berakok szatyorba mindent. És fölviszegettem, mert már ezt is eltörték a cukros. Adnék annak a madárnak. Kávét iszok. De szép vasárnap. Helyett ugye szerda van, hála jó ége. Fú, nagyon rosszul voltam. És most valami szemetes zsák. Kéne nekem. Azt is föl kell vegyem. Az, ami van ezzel a kávéfőzővel, ezzel a feketével. Ez nem jó. Egy jó. Hát azt is fölviszem. Ez a párnás kávé, tudjátok. Nem tudom, hogy el tudom elérni. Aj, várjál. Majd aput meg kell kérdezem, hogy ő viszont használja-e a kenyérsütőt. Mi az? Kenyérpirító,
Na, egyszer leül a kávé szempontjából. És akkor gyorsan a dohányot. Hova üljek? Kell egy töltő, mert le vagyok merülve félig már. Ja, és zoknit is nekiálltam párosítani, ki fogom dobni, mert semminek nincsen párja úgy konkrétan. Úgyhogy én mondtam, hogy én nem fogom pakogatni most. Ha kimosok mindent, összeszedek mindent, és nem lesz meg a párja, akkor elmehet a kukába. Én nem fogom itt tárogatni. Mert ami eddig nem volt meg, az már ezután se lesz. Tulipánoknak támasztalak benneteket. Vettem az Avonból egy parfümöt, olyan, hogy itt van. Na, most tölt. Remélem. Hú, ezt rendeltem. És most megfigyeltem, hogy nekem azok a parfümök tetszenek, amiben ugye több összetevője van, de van benne pézsma, meg a valami lilium. Nem tudom, annak nagyon jó illata. És egy fújás bőven elég, mert olyan erős, érzem magamon végig. Fő. És én nagyot vettem, az 6400 forint volt, azt hiszem. Na. Ja, úgyhogy most állandóan a zenét hallgatom, és most is szerintem nekiállok takarítani. Bekapcsolom, ennyi dohányom van. Úgyhogy ezt betöltöm most. Hol a... Jaj, el kell menjek a jó töltőmé, mert azt tart. Nem szeretem ezt. Baromi nagy szél van. Elvittem a Christophert az oviba, aztán mondtam a Katinak, fölhívtam, mondom, pont itt vagyok előttetek, mondom, alszom, vagy nem. 8:30 lehetett. Nem mondom, akkor bejövök egy kávéra, ha megmondom, nem ér rá, akkor meg eljövök haza, akkor csinálom a dolgom, de ráért most 10 óra lesz, 10 perc, olyan 9:30-kor értem körülbelül haza. Aztán ittunk egy kávét gyorsan. Egy körül 2 másodpercre kisütött a nap, még azt hittem, ó, mondom, itt nagy izé meleg lesz, de hát nem. Nem lesz itt nagy meleg. Holnap csütörtök, ugye? Holnap megyünk Apuér, itt lesz most egy pár napot, 4-5, valahogy így. És majd most hozza a macskáját. Aztán húsvétra is visszajön, legalábbis mintha azt beszéltük volna, most sem vagyok benne biztos. De a húsvét környéki jön majd vissza, borzasztó ez, ahogy milyen hangom van. Én azt hittem, hogy azért most már tudom, hogy még csak február, vagy még már március van. De hogy már lesz jó idő, aztán tudok csinálni valamit a házon, de... Mindegy, mert hiába lesz jó idő, itt anyagilag is lehet bírni a dolgokat. Nagyon töröm az agyam, hogy mit kéne, hogy kéne, mibe kéne belevágni, mert egy biztos, hogy az ember gyárba dolgozik, abból megélni nem lehet. Volt egy videóm amúgy, csak letöröltem, mert már a végén már annyira kiakadtam, amíg mondogattam itt, hogy mit, hogy, meg merre,
hogy aztán végül is inkább ráüzentem Melire, azt neki elpanaszkodtam magam, ő úgyis tudja, hogy miről beszélek, mert ők is dolgoztak már gyárba. Egyszerűen hihetetlen, hogy mennyi pénzt tudnak fizetni egy embernek egy gyárba. Szóval, hogy az, ha valaki egyedül van, vagy akár még ha egyedül, lehet, hogy az még jobb helyzet, de amikor van gyereke és egyedül neveli, hát én megmondom az őszintét, ha nekem apu nem segítene, nyugodtan megdögölhetnénk éhen. És szomorú, hogy ilyen világot élünk, hogy kaptam 150 ezer forint fizetést. 150 ezer forint. Hát, bazd meg! Amikor itt mutattam az előző videómban, hogy csirke mellett vettem, meg tényleg egy vacsora volt. Most a nagy dolog, amit jó, vettem egy üveghúgót, de amúgy én nem szoktam alkoholt venni. Szinte soha. Tényleg nagyon ritka. Itt van a pincébe a bor, ha éppen valamit az ember megkíván, hogy alkoholba folytja bánatát, akkor ott van, szóval nem. De 1000 forint volt az az egy üveg húgó, szóval nem is az. De hogy egy vacsora, majd 10.000 forint, 9.000-et fizettem a húgóval együtt. De nem is tudom, hogy... Egy csomó mindent már múltkor, múlt hónapban is azt csináltuk a virága, hogy vettünk egy csomó lisztet, élesztőt, kiflit sütöttünk, arról is ugye van videó, hogy azt a TikTokon láttuk, azt hiszem. És tök jó. De hogy ennyire minden most már majd nézni kell, hogy nem tudom. Én most nagyon agyalok valamin, megmondom az őszintét, ezt mondtam a Mellinek is. Itt indul majd egy klímás suli, tanfolyam, vagy bárminek is nevezzék. Szeptembertől be kell iratkozni, és akkor lesz oktatás. Az egyik ismerősöm a Fischer klímával van szerződésbe, ha jól mondom ezt, mert nem tudom ezt, hogy kell fogalmazni. Ugye ő klímaszerelő is, fűtés, gáz, víz, minden szerelő, és lesz nála ez a tanfolyam, és én nagyon gondolkoztam rajta, hogy elmegyek, amúgy is érdekel a dolog, tejet nem raktam a kávémba. Mondom, és ez mit, mennyit kell fizetni erre a tanfolyamra? Mi az? Vagy hogy mennyibe kerül ez a tanfolyam? Azt mondja, mi az, hogy mennyibe kerül? Beiratkozol. Hát de mondom, mennyit fizetek? Azt mondja, semmit. 100.000 forint körül fizetnek neked, hogy iskolába jársz. Mondom, mi? Én meg hajnal 4-kor kelek, és heti 40 órát dolgozok, bazd meg, 150 ezer forinté. Szóval, hogy így elgondolkoztam rajta, hogy még hogyha nem is dolgozok benne, akkor is van egy, hát effektív ez is egy szakma, vagy hogy mondjam, Beki, bezárodtál fürdőbe, ugye? Ugye bementél, ezt becsapta a húzat. Szóval, hogy még hogyha nem is dolgozok benne, de mondjuk csinálok egy fodrászüzletet, vagy mit tudom én, és oda fölrakom magamnak a klímát, vagy bármi, és azért nem kell fizetnem, hogy valaki megcsinálja, vagy akár apunak a panelba. És akkor azt mondta, hogy egyébként meg úgy van, hogy ha ugye elvégzed ezt a sulit, meg minden, vagy dolgozol benne, nem tudom pontosan, hogy, de hogy akkor ugye te kedvezményesen kapod a klímát is. Szóval én nagyon agyalok ezen, hogy lehet, hogy megpróbálom. Meg nem megpróbálom, hát én elmegyek és elvégzem, nem az, hogy megpróbálom, hanem hogy mivel érdekel is a dolog,
Ezért mi ne. Hozok tejet a kávéhoz. Ú, kipújtam már meg. Merül ki. Jó, de nehezen tudom betölteni ezt a pár száj cigit, pedig nem sok van. Mindegy, majd utána elszívunk, ezért lehet felmegyek a szemületre. Osztót szívom el. Fú! Fahéjas volt a kanál. Állandóan azt érzem, hogy ez a fülemben van dugulva. Egy hete olyan, mintha egy szőrcsomó lenne a torkomba. Lehet van is. Fú, te szűz Mária. Ja, aput föl kell hívjam. Mindjárt föl is hívom. Mamámnál voltam. Levágtam a haját. Most már jó régen vágtuk le. Jaj, lebírok még el. Hogy fogok így kitakarítani, Móni? Kéne valamit főznöm is. Megkitalálom. Most majd cigi. Jaj! De ez sima, ez nem jégsaláta. Hát amit a Magditól hozt. Tényleg? Zsuzsától? Ja, Zsuzsa. Na kell, akkor vihetsz. Kell. Meged nem jött ki a forma? Nem. Meg szintén megették a tyúkok. Ja, az könnyed. Ja. Bluppa mentem. Olyan büdös az a bokrod, mint a kolera. Ez? Az. Dolgoznak, kiknek? Méhek? Bazd meg, én süket lettem, szerintem. Látod, itt van. Itt volt. Aha. Mikor kihúztam ide, főbasztam a vizet, aztán kirasztam össze. Jó. Vele, vagy most vagy húsvétkor, vagy amikor. Húsvétkor, mert én tudod, hogy... Most a fejed is szívül, akkor csinálok neki helyet a ketrecet. Ja. Megcsinálom a fólia, hogy oda ne tudjanak bemenni. Most időt tudok fájni, hogy ez a kökés. A nőszi barac, azt kóstolod meg, vagy a hűzőt? Így sorba jó lesz. Egy üvegén raktam el az otthon sírfoknak. Hát jó, egy-egy pohárkával adhatsz. Azt mondom, hogy hívén benne. Úgyhogy hébéreznek. De én megpróbálom azért. Próbálj meg, mert nem tudod elzárni, akkor baszhatom itt fújik orba szájba. Fasz ki van. Az nincs beragasztva az a szilikon, és elfordult a csappa együtt. Úgyhogy hiába nyitom ki. Uh-huh. Hát de ezt segre is lehet állítani, és akkor segre, hát meg tudod csinálni addig ezt. Majd megcsinálja a Ricsi. De nem csinálok semmi, de kell ott ilyen szívok. Ez réz, nem? Azt nem csinálta. Akkor réz. A hordó azt vette, a másik részét azt ő csinálta. Ez a betét. Ez 2 éves, vagy 3 éves őszi barack. Olyan, mint egy borsz. Borsz szülött.
Megőrült a telefonom, nem beszél semmit. Na, és most újra, akkor nem öntöm ki. Hát még jó, hogy nem ittük meg. Újat kellett volna tőle. Fogsz is, mindjárt. Az meg lenn van? Itt a hordóban. Ez őszi barasz, az meg sárga, amit ti szedtetek. Többszöri, hát, főzés, kémiázás után, de nagyon jó lett. Jó, ez is jó. Is nagyon. Itt voltak Mutka a fiúk, illetve azt csináltatta velük az önkormányzatiak. Megkínálta velük őket. Ugyan, mintha ezért barackot enni. De jó. Nem olyan. Te olyan, mintha magra harapta. Poharom most volt ezt? A 75-re. Így. Kedvenc fogásom. A jégfogás. És a kedves főnőszakácsom. Szeretnek téged a YouTube-on, Béci. Igen. Mindig mondják. Nem találom azt a videómat, mikor elmentünk radiátort venni, és tévedtünk hazafele. Vettem uborkát. Azt hittem az egyik kígyó uborka, mondom, ez az ő, de ez biztos kígyó. Miért nem az? Nem az, nem. Mind a kettő salátának való. Nem tudom, hogy meg mennyi van benne, mert tapogatom, bazd meg. 5 szem. Annyi szokott lenni. Tök mindegy, bazd meg, hát. Pán vagy, nem? Várjál. Na, akkor enyém a több. Várjál. Várok. Nem úgy megy. Hát visszaengeded? Azt a kurva. Vissza, mert ha te leszívnám, nem menne vissza. De megiszunk egy egész évére. Esetleg. Szép évéred van, Bécike. Köszönöm, hogy melyik borversenyen nyerte. Ebben volt egy ilyen pöcök. Az úgy lehetett, hogy lenyomtad. Akkor érted, ameddig volt, addig följött. De ha megszívtam, akkor fölrántotta azt a az való szót. Nekem. Na de lezárt mindig, baszki. Hát ki innen kell, kök ilyen. Ki kellett köszörülnöm ezzel. Hát hogy értsek ki? Az nem baj, a lezárt. Nem úgy zárt le, a szívás közben zárt le. A szíva megakadt. Mert az rendben van, mert akkor így megnyomod, és akkor kifolyik. Csak ez már mikor szívtam föl, akkor lezárt. Fölporszióztam most egy nagy büdös elemet. Vettem egy halom izét, LED lámpát. Otthon is van égő. Most még a kóriát kell megnyomni. Hát mi is van, borfejtés. Na tied a több. Úgyhogy... Vagy 10. Április első hétfő, akkor 7-e vasárnap, 6-a szonda, vagy 12-én, na, vagy 19-én borfejtés. Bécivel beszéltem már, mondtam, hogy jövünk. Mi? Április 10 valamennyi? Hát, amikor borfejtés lett. 10-ékor 6 körül mentek esküvőre. Ja, akkor ezért, de után futott rendben. Ja. Akkor már meg kéne oldali, bazdra elhozzuk a Bécit, azt az ajtót, meg az ablakot, meg innen ezeket a faszokat, mert akkor össze lesz vágva. Jó. Na, ezt kóstolom. Megkóstoltam. Már? Ez finom. Hát el köccintottunk, nem? Milyen? Gondolom, tele van virággal ez. Mi? Össze kellett, ez nem fér bele ez a tojástartó.
És akkor belepréseltem, és utána körbe ragasztottam. Virágzik faszán a baracfa? Gyönyörűen. Küldtem oda egy méhecskét is. Na, na, anyu, méhecske. Ott ült a már kocsiján, mondtam, arra mennyi dolgodra. Ne hallgass el. Mi? Kiteszed a mérbe. Amivel szedek, akkor kézi. Soláta. Jó. Keresek egy zacskót. Hát ez kurva jó. De. Ilyet a TikTokon nem lehet. Ha keresek, azt a bugyit találok. Ez hogy került ide? Az az én bugyim! Vagy kié? Mit tudom én, bazd. Hát mikor? Hát egyszer. Itt voltam szacsorban. Ezt hittem. Ezt megbasztam. A pálinka bement a cipőbe. Befolyt? Beleesett. Így nem tért össze a pohár. Megkérem a másik. Add azt a bugyit! Ez az én bugyim. Már zoknak ebből az ember. Ez ki ilyen a bugyi? Mit tudom én? Árocomatot tett ilyen. Mindegy, nem tudom. De miért hagytam el a bugyimat? Lecserélted. Mi? Lecserélted. Nem tudom, honnan került ez a sok zokni, lehet, hogy fiók. Én félsőcsipába kell. Itt van minden. Várja. Nem. Zöldség. Ezt meghagyta, ez három éve. Úgy kell, mint az állat, érted? Zöldség. Ezt add már nekem, apu. Minden. Jó, vágy nem ihúzat, he. Ez a dédié volt. Az kreppes? Nem, ez sejem. Ez lepedő, vagy mi a fasz ez? Ez egy rongy. Milyen rongy? De ez nem húzat, bazd meg. Hát egy rongy, mondom. Jó van, akkor majd nekem valami takarónak. Letakaró. Jaj, anyád! Ez de jó volt! Ebben van még? Nincs. Két kés van. Te a keverék. Nem kés, kés mondtam, de az. Nem kés, kés? Kés mondtam. Képek! Egy ciket! Sziget előszalag. Csak szét tudjuk házni. Turkesz, ez a kávéfőző az ott. Ezt minek rakja el, baszol? Zokni. Kancsóba. Au! Baba. Csak egy van. Keresek egy régi viccát, he! Ott vagyok, he!
kis, itt is nem volt fogam. Várja, hogy izéljem, hogy más ne legyen rajta. Geci, anyám. Az nem én vagyok. De ez igen. Csak kicsit homály fedi a testem. Tiszta Christopher vagyok. Itt iszok he. Milyen csontos testem volt. Rám se ismerek. Janos. Ott is én vagyok, anyák napja, akkor a mamával. Jó, szart se látszik. Beengedjük, ki ne szúrd ezt a szép szemgolyómat, bécike. Az egyik szememre vigyázzon. Elhoztad ezeket onnan a háztuk? Kivették az ablakot. Láttad? Két ablak lesz nekik beépítve. Nem, na a dédi házánál. Az is én vagyok. Kis baba tesztemmel. Hogy ne innék? Jani bátyám, hú, a lábom. Menjünk? Korfejtéskor átbugázod. Jó. Csak még egy kicsit. Anyám! Igen, kicsit szétszeded. Ott az öreg Béci. Fiatalon ehe. Ez nagyon fiatal, nem voltam ott se. Már... Vicca, mama. 45 fölött voltam, az biztos. Hát, így nézek ki, 45 fölött. Na, menjünk. Hát, ebből ki vagyok szedve. Hogy én ott 2 éves voltam. Igen. Visszaadtad? Vissza. 2 éves voltál, akkor voltál. 2. Bazzai! 88-ban. Na. 48-as volt. 48-ban születtem. Ezt elveszem. És jól fog. Köszöntjük kedves utasait. Kikúben lesznek a bulgár járgánya. Pincelt úr. Leander völgyi. Ezt ebből fizette? Dehogy is. Miből fizetném? Azt mondtam. Nem válsz meg engem, mert azt mondtad, hogy be kell fizetni eddigre, meg addigra. De elfogyott a pénzem. Nem vár meg azt. Szegény vagyok. Szegénynek születtem. Hát nem fizetnek jól a gyárban. Az a helyzet. Ezekben hányad elmegy dolgozni, egyéb dupláját fogja kerülni. Úgy, ahogy mondod. Pontosan annyit. Na, akkor ígyunk egy picike. Nem kóbor, beír, óbor. Nem, ha sokat iszol, akkor kóbor, ló. Szegény. Anyád az kóborot egy pár szóin a présházba. Azt mondja, hogy elmegy már szönyre. Eldugdosta a hagymát, hogy valami leszette az ötbe. Ezt azt csinálgatott, ittünk egy pár pohár bor. Pálinka. Azt, hogy elmegy. Jó, egy óra múlva elindultam haza, hazaérte hozzá. Kóborló! Na, egészség! És már rá is kell gyújtani.
ilyen ez az ivás. Én szépen leszoktam. Dehogy is. Na, na. Én is így gondoltam. Fúj, faszom. Na, ezt elhagy itt, szeretem fénykét. Na, van rúzsom. Hát kikenjem már magamat ott. Tudod, milyen szép gurgonya. Aha, csirzázik. Csirzázik, hát azért jó, el lehet rakni. Mondják, a szebbet válogatja meg. Nagyon rendes vagy. Most meg ne lepődjek, hogy van egy bugyi a zsebembe. Az egy üzen. Ja, van ott egy pulóvered is, aki mostan. Kék? Kék. Na, akkor azt kerestem. Nincs tűz. Jó, várja! Hova tettem? Így az. Akkor jó. Sehová nem tetted. Hát nem mondjad már. Itt a egyéb. Úgy. Ez beszívja a vöröst, vagy mi? Kéne akkor megjátszani. Azt van ezért, hogy sejtéses bulit, hogy eljöttük szombaton. És akkor vasárnap megy vissza a Béci, akkor elkísér titeket, elmentek, vagy elmentek így. És csak akkor bepakolunk. Vissza. Itt már főpakoljuk a helyzet, a raklapot, meg amit el akarunk vinni. Elviheted a sütyüt, csináltasd meg. Mondom, az az egy baj. Mit? Sütyű. Az mi a fasz? A motoros fűkasza. Nem hallottad még ezt? Nem. Nem. Na, sütyű. És utána vasárnap ugye elindulunk, mikor a WC megy 8 órakor általában el szokott indulni. És akkor elmegyünk, szépen főpakoljuk azt az asztalt meg az ablakot. Milyen asztalt? Erkély ajtót. Bazeg, annyi minden van, nem tudok én annyira kombinálni. Ezt pofázom már, hogy béreljetek ki egy kibaszott utánfutót. Ennyi. Két napra kibérelhet, szombat, vasárnap. Ennyi az. Nem tudom, hát nem vagyok izé. 4000 forint. Na, akkor ő tudja. Hát bazeg, az picsa. Ahhoz képest, amit elviszek. Tudod, mi ahhez képest picsa? A nyugdíjathoz képest. Ahhoz picsa, de az enyém fizetésem, mamának elmondtam, mennyit keresek. Az majdnem rosszul lett. Egy hónapot dolgozó ezért a pénzé? Mondom, és ebben még délutános pótlék is van, bazd meg. Hazaértünk.